Az átlátszóhoz eljutott információk alapján Iklat határában, ahol most állunk, a közelben van egy hulladéktelep. Az itt lévő, illegálisan tárolt, veszélyes hulladékok egy része vélhetően akkumulátorgyárakból származik. Orosz István nyomozó a segítségünket kérte, majd feljelentést tett a hulladéktelep ügyében. Ikladon vagyunk egy illegális raktárban, egy információ alapján jutottam ide. Az információ arról szól, hogy ezen az illegális telephelyen tartanak olyan veszélyes hulladékot, amelyet bizonyos időközönként a Bátonyterenyei Szangil üzemébe szállítanak megsemmisítésre. Elképesztőek ezek a körülmények, amelyeket itt tapasztalok. Úgy tűnik számomra, hogy nehézfémek lezáratlanul, különböző zsákokban, jelöletlenül felhalmozva itt a veszélyes hulladék. Elképesztőnek tartom, hogy ez 2023-ban Magyarországon megtörténik. Azonnal értesíteni fogom a hatóságokat. A kiérkező hatósági emberek nem járultak hozzá ahhoz, hogy felvételeket készítsünk. Itt csak részben tudtuk rögzíteni a katasztrófavédelmi és a rendőrségi eljárás mozzanatait. A Pest megyei katasztrófavédelem egysége, ők az elsődleges intézkedéseket végrehajtották, aztán értesítették a szakhatóságokat, akik a tudásuk, illetve a tapasztalataik, valamint a rendelkezésükre álló eszközök révén itt mintát vesznek és megállapítják, hogy az itt általam fellelt hulladék az minek minősül. Az más kérdés, hogy jogi álláspontom szerint bűncselekmény bekövetkezett, hiszen az itt tárolt hulladék illegálisan van elhelyezve.